Legalább 65%-os pedagógus béremelésre lenne szükség a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint. A tanárok úgy érzik, hogy a pandémia ideje alatt csak a hivatástudatukra épített a kormány. A tanév tanulságairól Ravasz Ágnessel beszélgetünk. Aki a PDF választmányi elnök helyettese, jó estét kívánok! Én emlékszem arra a 2014-es vitára az életpálya modellről, ami arról szólt, hogy mennyire jó lesz majd a pedagógusoknak, hogyha mindenfélét teljesítenek. Tehát kitöltenek, feltöltenek, megfelelnek, újra és újra megfelelnek. Ez azóta is így tart? Tehát ezek a megfelelések, ezek változatlanul kötelező jelleggel ott vannak az önök életében? Igen, a megfelelések ott vannak, tehát az életpálya modell az, és ez a pedagógus előmeneteli rendszer, ez ugyanúgy működik most is, tehát vannak gyakornokok, pedagógus 1, pedagógus 2, mestertanár és végül is kutatótanár. Tehát, akkor hogy... ez a része megmaradt, tehát igen, ami az önök terhe, az ott van. Arra is emlékszem, hogy úgy volt 2014-ben, hogy mostantól kezdve a pedagógusok minden évi béremelését a minimálbér növekményhez fogják kötni. Tehát ahány százalékkal nő a minimálbér, annyi százalékkal nő a pedagógusok bére minden kategóriában. Igen. Tehát gyakornoktól pedagógus 3-ig. Igen. Ez eltűnt. Hát bizony eltűnt. Igen, 2013-ban a béremeléssel nekünk azt ígérték, hogy infláció követő, értékálló, a mindenkori minimálbért követő béreket fogunk kapni. De hát ezt 2014-ben, ugye egy évvel a 2013-as béremelés után a vetítési alapot befagyasztották az akkori minimálbéren, hogyha jól emlékszem, az 101.500 forint volt. Tehát ezek alapján számolták ki a pedagógusoknak a bérét. Erre mondja a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke egy mai interjúban, vagy egy mai nyilatkozatában, hogy 60%-kal kellene most megemelni a pedagógusok bérét azóta, hogy ezt befagyasztották, és akkor lennének a pénzüknél. Pedig ő úgymond a kormány embere, a Nemzeti Pedagógus Kart a kormány hozta létre, még hogyha ő személyesen talán nem is a kormány embere. Ilyenkor egy pedagógus, ön, aki tisztségviselő is, de most ezt felejtsük el, egy egyszerű pedagógus, mit gondol? Tehát nem csapja oda a tollat, hogy nem fogok én tantervet írogatni holnapra? Hát azért 2014 óta eltelt 7 év, tehát mi ezzel alatt a 7 év alatt azért reménykedtünk benne, meg PDS azért küzdöttünk is, érte meg folyamatosan, a nyilvánosság előtt erősítettük ezt, hogy bizony ez így nem jól van, tehát mi folyamatosan, szerintem évente többször is, meg nyílt levelekben is kértük, hogy a pedagógus béreket tessék visszaállítani a mindenkori minimálbérhez. Ugye ez most 160.700 forint, ha jól emlékszem. És mi készítettünk egy táblázatot is, ami alapján meg lehet nézni, hogy mennyi most a pedagógus bér, tehát a 2014-es minimálbér alapján és a mostani minimálbér alapján mekkora összeget kapnának a pedagógusok. Önök voltak éppen át vannak verve? Hát természetesen, igen. Tehát az ígéreteket nem tartották be, tehát a 2013-as ígéreteket, hát ezt gondolom ez egy kampányígéret volt még egyébként, de hát ezt ne, talán arra is gondolnunk kell, hogy ez így is volt kitalálva, hogy mert mindjárt egy év múlva ezt befagyasztani. Tehát jól aláíratunk mindenkivel mindent, szépen ráállítjuk erre a rendszerre az egész pedagógus kart, és aztán kivesszük a törvényből azt, ami alapján ők reménykedhetnének valamivel. Igen. De hát nem csak ezt kellett egyébként elszenvednünk, hanem ugye elvették a kafetériát, elvették a bérenkívüli juttatásokat. Tehát nekünk már az sincsen. Az állam nem gondoskodik az ő munkavállalóiról, tehát a köznevelésben dolgozó tanárokról, hogy például szép kártyát kapjanak. Elvették a helyettesítési díjakat. Egyre többet kell helyettesítenünk, hiszen emiatt, hogy a bérek is ennyire alacsonyak, és ennyire inflálódott a tanárok bére, ugye egyre nagyobb a tanárhiány. A fiatalok nem választják ezt a pályát ilyen jövedelmi lehetőségek mellett. A hiányzó tanárokat, a meglévő tanároknak, akiket még a hivatástudat tart valamilyen módon a pályán, kell helyettesíteni, és a helyettesítési díjakat is eltörölték. Tehát egyre többet dolgozunk, magasabb lett az óraszámunk,
és az ígért infláció követő béremelés az sajnos nem valósult meg. Ha ma egy pedagógus szakmát akar változtatni az egyetemi végzettségének megfelelően, nem oktatni akar, nem valami mást, a munkaerőpiacon könnyen elhelyezkedik? Hát én úgy gondolom, hogy igen, főleg egyébként a reáltanárokból van hiány, talán ők jobban el tudnak helyezkedni, illetve a nyelvtanárokból. Hát ugye azt olvastam épp a fizika-kémia tanár pár év múlva, konkrétan nem lesz, aki tanítsa. Nyelvtanárok sincsenek már, úgyhogy igen, meg azt mondják egyébként, hogy aki tanított néhány évig, azért a versenyszférában is meg tudja állni a helyét, mert általában szabálykövető, precíz, pontos. Tehát azért a tanári pályán szükség van olyan kvalitásokra, amit azért más pályán is szívesen vesznek. Na de akik ott maradnak, belük egy kicsikét, mint hogyha a hatalom a mindenkori, de most ugye konkrétan erről a 13-as, 14-es időszak óta eltelt pár évről beszélünk, rendesen visszaélne a türelmével, a szakma szeretetével, a kötődéseivel, azzal, hogy tanítani akar. Na de egy ponton túl nyilván meg is kéne ebből élni, tehát hogyha nem emelkednek a bérek, viszont nő az infláció, ugye erről beszélgettünk itt Bot Péter Ákossal éppen az előbb, akkor ez egy idő után egy vállalhatatlan elvárás, hogy már pedig te maradj ott és taníts. Igen, és egy idő után szerintem ezért össze is fog omlani az oktatási rendszer, ha ez így marad, ha a kormány nem nyúl hozzá a pedagógus bérekhez. Hát a tanárok átlag életkora az 54 év fölött van. Tehát nagyon sokan vannak már a nyugdíjkorhatár előtt. Értelemszerűen ők azért már nem fogják ott hagyni a pályát. De hogyha ők nyugdíjba mennek, akkor mi lesz? Hát kellenének most ugye mögöttük jövő pályakezdők, akik szépen majd felépülnek pedagógusként. De ők nincsenek. Tehát ők nincsenek. Nagyon kevesen vannak. Úgyhogy... Úgyhogy mi van a kis településeken? Mert ugye nagyvárosi iskolákban talán egy árnyalattal könnyebb a helyzet. De egy kis településen honnan pótolják a hiányzó pedagógusokat? Hát én úgy tudom, hogy nagyon sok kis településen képesítés nélkül tanítanak. Tehát egy szakos tanár, hogyha mondjuk nincsen, mondjuk egy matek szakos tanár, ha nincs kémia vagy fizika szakos tanár, akkor ellátja ezt a feladatot is. Tehát elképzelhető, hogy például valaki egy általános iskola után úgy megy középiskolába, hogy nem volt szakos fizika oktatásban része. Úgyhogy... Sok jót azért nem ígér, mert lehet, hogy pont arra lenne tehetsége. Csak nincsenek meg az alapjai. Ön magyar történelem szakos, ugye? Tartott már matek órát? Hát helyettesítettem már matekórát, próbálkoztam vele természetesen, még a dolog ilyen érdekelt is azon a szinten, de hát azért ezt egyszer-egyszer meg lehet csinálni, de én azért nem tudnék egy huzamosabb időszakot végigvinni, tehát egy hónapot, két hónapot, tehát egy hosszabb tanítási folyamatban azért semmiképpen sem. Mert ahhoz nem árt átlátni azt is, hogy mit tanít az ember, hát hogy ne. Igazából arról beszélgettünk, csak sok minden másról is, hogy hol a pénz, hol a pedagógusok pénze, hát legyen ez is egy felkiáltás ezügyben most, amikor az évzárók zajlottak, és egyúttal az összes pedagógusnak ezt a tanévet, ami önöknek se volt könnyű, nem csak a diákoknak, meg a szülőknek, köszönöm szépen. Ravasz Ágnes, a PDS egyik vezetője volt a vendégünk, köszönöm. Köszönöm.